Egy éve 2022. február 24-én indított háborút Oroszország Ukrajna ellen. A harcok során több mint 7000 civil, köztük több száz gyermek vesztette életét. Becslések szerint eddig mintegy 1218 egészségügyi intézmény rongálódott meg, 173 pedig teljesen megsemmisült. Az évforduló kapcsán több politikus osztotta meg gondolatait közösségi oldalán. Volodymyr elnök videózenetében Emelte. Túléltük a háború első napját, nem tudtuk, mit hoz a holnap, de világosan megértettük, hogy minden holnapért harcolni kell. Tudjuk, 2023 a győzelmünk éve lesz. Viktor Mikita, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője is megemlékezett a háború első évfordulójáról. Ezen a napon pontosan egy éve a megszállók teljes körű háborút indítottak hazánk ellen az ukrán nemzet elpusztítására. Egy éve tart a véres küzdelem, de mi együtt állunk szilárdan, a kezünkben fegyverekkel küzdünk a győzelemig. Babiák Zoltán Beregszáz polgármestere Facebook posztjában ezt írta. Február 24-et írunk. Ez egy sötét dátum mindannyiunk naptárában. Annak a reggelnek az évfordulója van ma, amikor milliónyi békés ember élete szakadt ketté. Az első napok feszültséggel, pánikkal és szörnyűségekkel teltek. Azonban katonáinknak, összefogásunknak, az egymásnak nyújtott támogatásnak, valamint barátaink őszinte segítségének köszönhetően sikerült szembeszállnunk az ellenséggel akkor és most is. A háború óta több millió ember hagyta el Ukrajnát és talált menedéket más országokban. Egy év alatt több ország is nagy mennyiségű segélyekkel támogatta Ukrajnát, köztük Kárpátalját is.